A visszavonuló Jézus képével fejeződik be ez az evangéliumi szakasz, és a visszavonuló, de visszavonulásában kudarcot valló Jézussal találkoztunk a múlt vasárnap. Megint fel kell idéznünk egy kicsit az előzményeket, hogy a folytatások jobban megjelenjenek előttünk. Ott hagytuk félbe Szent Márk evangéliuma szerint, hogy miután a tanítványok visszatértek első apostoli útjukról és beszámoltak Jézusnak, elmondták sikereiket, kudarcaikat, akkor Jézus vissza akart vonulni velük. Hajóba szálltak és elindultak a nyugati part mentén, hogy valahol északon, észak-keleten kikössenek, valami ember nem járta, de azért mégiscsak a lakóhelyükhöz, Kafarnaumhoz közeli helyen. Nem sok idejük maradt a visszavonulásra, talán annyi, ameddig evezgettek ott a part mellett. Azért ez is lényeges lehetett. Pár óra beletelt ebbe is, amíg ott a part mellett csendesen beszélgetve, vagy a beszélgetésnél is jelentősebben hallgatva evezgettek a pihenés helye felé, ahol aztán már hatalmas tömeg várta őket. És akkor itt hagytuk félbe a történetet, hogy Jézus, miután szétnézett az embereken, akik miatt vissza akart vonulni, pihenni, hogy aztán igazán velük lehessen, most felfüggeszti a pihenést, és az emberekhez fordul, és ellátja őket, tanítja őket. Itt fejeztük be Szent Márkkal. És hát itt folytatjuk a történetet, ehhez nagyon pontosan illeszkedve Szent János evangéliumával. Kicsit talán furcsa is, hogy most félretettük Szent Márkot, mert hiszen pontosan ez a történet a körülbelül 10 000 ember megvendégelésének a története mind a 4 evangélistánál szerepel. Szent János többnyire kívül van ezen a rendszeren, ő kibővíti, magyarázza, elmélyíti a történeteket. Ő írta meg utoljára az evangéliumot, és ezért nagyon sok elmélkedés, illetve a keresztény közösség egyre elmélyülő, bővülő hite is benne van az evangéliumában. De hát lehetett volna Szent Márkkal is folytatni a történetet. Érdemes is lesz otthon elővenni a Szentírást is, megnézni ezt a részt, amelyik a múlt vasárnapot folytatja. Nagyon fontos, hogy itt most beillesztjük Szent János evangéliuma szerint ezt a történetet. Ezt a történetet, amelyik egy megvendégelésről szól, természetesen nem lényeges kérdés, hogy ennek mi a történeti alapja, mert messze túlmutat önmagán. Isten gondoskodó, mindent akadályt legyőző szeretetéről szól, amire hosszú távon mindig biztosan számíthat az ember. Mind a 3 másik evangélista is ez szerint írja meg a történetet. A történetet, amelynek vannak ószövetségi előzményei is, és megint hát az egyház szándékosan választotta ide az előbb hallott részletet Királyok második könyvéből, Elizeus próféta történetét, aki az evangéliumi megvendégelés történethez hasonlóan vendégeli meg az embereket azzal a 20 álpa kenyérrel. Még ha a részleteket nézzük is, elképesztő megegyezések vannak. Tehát az evangélisták mindegyike tudott erről a történetről. Ennek a történetnek az Ószövetségben is nagyon nagy szerepe van, és ott is már túlmutatott azon, hogy egy megvendégelés történet legyen, hogy Isten szeretetéről szóljon csak. Sokkal többről akart beszélni, valami többletet akart előkészíteni, már az a Királyok könyve történet is. És hát ezt folytatták az evangélisták is, akik ugyancsak, megint nem nagyon lényeges, hogy történetükben mennyi az igazán szó szoros értelembe vett történeti rész, a lényeges az,
hogy Isten mit akart ezen a történeten keresztül üzenni az embereknek. És itt mindegyik megvendeggelés történet egy sokkal nagyobb történetet készített elő és készít elő ez a történet is, amelyet hát most Szent Jánostól olvasunk. Van itt egy mondat mindjárt az elején, és nagyon fontos figyelnünk erre a mondatra. Egy időhatározás, amelyik talán lényegtelennek is tűnne, ha felszínesen olvassuk ezt a történetet, de nagyon lényeges időhatározó mondat, így hangzik, közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Mert ezek a történetek mindegyik, az ószövetségi történet is, és ez a négy evangélista által megírt történet is a húsvétot akarja előkészíteni. Azt a húsvétot, amelyik részben visszatérő ünnep volt, a szabadulás ünnepe, ahol az a titokzatos áldozati bárány a maga föláldozottságával teszi útra képessé az embereket. Az áldozati bárány és az útra készítő kenyér ünnepe volt ez együtt. De ezek mögött, az évenként megismétlődő húsvétok mögött ott volt aztán a befejezés, a beteljesülés, az a húsvét, amelyet a nagypéntek előzött meg, Jézus kereszthalála és húsvét hajnali feltámadása. Amikor Szent János leírja ezt a megvendégelés történetet, akkor ezzel a mondattal világosan jelzi, hogy ő erről akar majd beszélni, és Jézus is erről fog beszélni. Folytatjuk majd ezt a Szent Jánosi szakaszt, és hát ezért is szakítottuk meg Szent Márk olvasását a következő vasárnapokon, most jó pár vasárnapon keresztül. Jézus Kafarnaumban folytatja ezt a történetet, és próbálja az emberekhez közel hozni azt a húsvétot, amelyeket mindezek a történetek előkészítenek, amelyik felülmúlhatatlan, amelyik kimeríthetetlen, de ugyanakkor az ember számára fontos, hogy egyre többet fogjon fel belőle. Azért hát ezek az előkészítések is fontosak. Minden részletükkel segítenek majd azt a teljest felfogni. Azért érdemes hát szemügyre venni az apró részleteket is már, ami hát beleférhet egy ilyen rövid vasárnapi homiliába. Ferenc pápa lelkére kötötte a papuknak, hogy csak röviden beszéljenek, mert elalusznak a hívek különben, és úgy kell akkor annak a papnak. Na hát az ő utasítását fogom most még használni. Nagyon fontos például az az öt fiú, az a fiú az öt kenyérrel és a halakkal, hogy hát az embernek elégtelen eszközei vannak, elhanyagolható eszközei, amikre néha nagyon-nagyon büszke. De hát ha úgy büszke, hogy tudja, hogy ezt az elégtelen eszközrendszert az Isten elégségessé teszi, ha bízik Isten támogató szeretetébe, akkor ez a büszkesége az Istentől útra küldött ember büszkesége, és akkor ez egy helyén való dolog. Nagyon fontos az a gesztus, amivel Jézus megáldja és megtörje a kenyeret. Ő osztja ki a tanítványoknak, Szent János szerint. Már előre jelzi azt a megáldást és kiosztást, ami majd az utolsó vacsorán történik, és mindazokat a megáldásokat és kiosztásokat, amelyet a keresztények majd az utolsó vacsora jelenlevővé tételéért fognak megismételni minden keresztény közösségbe. Így hát ez a történet, amelyik hát úgy indul, hogy hát valami kis zavar támad Jézus terveibe, nem tudnak megpihenni, hát még utoljára ellátja tanítványokat, és aztán a pihenés következik, ez egy központi történet lesz azzal, hogy előre mutat arra a húsvétra,
arra a teljes húsvétra, amelyik aztán utána úgy ismétlődik, hogy mindig jelenlevővé teszi azt az egyetlent. Azt az egyetlent, ahol Jézus áldozatul adta életét, ezt a titokzatos eseményt, amit mi sose tudunk teljesen felfogni, de ha életünket megpróbáljuk hozzáigazítani, akkor azért egyre többet sejtünk meg belőle, és hát jelen valóvá teszi azt az eseményt, ahol útra való kenyeret kapnak a tanítványok éppen azért, hogy ezt az áldozatos életet, Jézus áldozatos életét a maguk módján, a maguk töredékes életével meg tudják valósítani. Ezért hát ez a melléktörténetnek induló történet központi történetté lesz, és majd kibontakozik a következő vasárnapokon olvassuk Jézus beszédével, Kafarnaumi beszédével. Most azzal fejeződik be ez a Szent Jánosi szakasz, hogy Jézus visszavonul a hegyre egészen egyedül, mert neki, mint embernek is fel kellett készülni arra a húsvétra, amelyikben ő lesz a felülmúlhatatlan főszereplő, amelyik beteljesít minden előző húsvétot, ahol áldozatul adja életét az emberekért, ahol az embereket a saját életével ajándékozza meg. Így tulajdonképpen számunkra is ajánlás egy kicsit ez a Jézusi visszavonulás, hogy néha aprónak látszó események is nagyon jelentősek az életünkben, és fel kell ismernünk ezek jelentőségét, megfelelő visszavonulással kell segíteni Istent, hogy tudja elérni azt mindegyikünkbe, hogy ezeket a jelentéktelennek látszó eseményeket tényleg igazi nagy, az egész életünket befolyásoló eseményeknek lássuk.